Füzesabonyban és környékén szinte nincs olyan kiskert tulajdonos, aki ne ismerné vagy ne vásárolt volna palántát a besenyőtelki Veres Jánosné Rózsikától. A palánta szezon ugyan régen véget ért, viszont itt az ideje, hogy termést hozzanak. De vajon hogy gondozzuk a növényeket a szép és bő termés érdekében? Rózsika tippeket ad a gondozáshoz. Áprilisban jártunk utoljára Veres Jánosné Rózsikánál besenyőtelken. Most megnéztük, mi történt azóta nála. Rózsika már közel 3 évtizede foglalkozik palántákkal, 30 féle paprikája és többféle paradicsoma van. A nyár elején eladta az összeset, ami most a kertben található, mind családi fogyasztásra van. Ott jártunkkor megmutatta, mi lesz azokból a palántákból, amit nevelgetett, tippeket adott, hogyan kell a növényeket gondozni a bőtermésért, és nem utolsó sorban szeretett volna egy kis kedvet csinálni a kertészkedéshez. Véleménye szerint nincs jobb ízűbb zöldség, mint amit saját magunk termelünk. Hány ezer tő van itt, hiszen rengetegnek tűnik? Hát sok van. 1000 szál paprikát ültettem, meg 200 szál paradicsomot. A paradicsomom zöme lugas paradicsom, mert nekem ez a kedvencem, és ez a leggazdaságosabb. Akkor megyük sorra. Itt most egy paradicsom tűnél el. Itt ez az utolsó ültetés paradicsomom, amit mostanában ültettem. Ez majd késő ősszel, majd inkább karácsony körül fog teremni. Ez a legutolsó ültetés. A középső ültetés odát van a másik fóliába, és az első ültetés ott odafönn mögöttünk. Hányfajta paradicsom van itt? Hát itt 3-4 fajta paradicsomot, nem szoktam olyan sok fajtát ültetni, paprikát ültetek 30 fajtát, paradicsomot vagy 3-4 fajtát. Nem mindennapi formájú paradicsomot látunk itt az egyik karó mellett. Milyen paradicsom ez? Ez ilyen húsos paradicsom, nem annyira lédús, ez sűríti a befőzéseket, nagyon finom ketchupnak és paradicsomlének. Mit lehet még a többiből készíteni, vagy mit szeret a család? Mi nagyon-nagyon sok lecsot szoktunk csinálni, mert imádjuk a lecsot, és egy nagy üstházzal főzünk lecsot, és az összes paradicsomot használom belőle. Ezek a gazdaságosabb paradicsomok, ebből ültettem 100 tőt. Ez a híres lugas paradicsom, amit a piacon is nagyon-nagyon keresnek. Két fajta van ültetve, éppen ez, amit most néznek, ez a Kecskeméti Kutatóintézetnek a lugas paradicsomja, ez is ugyanaz, és látni lehet, hogy egy picikét hegyes a vége a paradicsomnak. Nagyon-nagyon zömök fürtöket alkot, jó szállítható paradicsom, nem törik, kemény, és étkezni is nagyon finom. És ugyanitt van mellette egy másik lugas paradicsom, itt is, meg itt is. Ezek pedig látni a különbséget, hogy ez kerekdedebb, ugyanolyan lédús, finom étkezési paradicsom, csak ez pedig az Edem F1, a Hermesnek a lugas paradicsomja. Ezt a két fajtát szoktam ültetni. A sógornőm Sajó Kazán ezt szereti, ő mondta, hogy ez a jobbik fajta. Az ismerősen Kerecsendről a kertészmérnök, ő pedig ezt szereti, ezt a fajtát. Hogy lehet ilyen szépre felnevelni egy paradicsomot? Mi kell hozzá? Meg fogom mutatni, itt meg tudom ezen a paradicsomon, mert éppen van elhagyva. Mikor elültetjük a palántát, akkor a piacon olyan formában találkoznak a lugas paradicsommal, hogy ennyi még, ilyen picike, és akkor ahogy nől fölfelé, ott is mindenkinek elmondom, hogy egyetlen egy vezérszálat kell meghagyni, a főszálat, és hogyha a paradicsomnak a levelénél van egy hajtás, akkor ezt mindig ki kell szedni, és ezt nem is szabad meghagyni, ezek a kocsok, mert akkor nem sikerül a paradicsomunk, csak koktél paradicsom lesz belőle. És hogyha meghagyjuk így ezt a főszálat, és ezt vezetjük föl, akkor láthatjuk, hogy gyönyörű fürtökbe terem a paradicsom. Miért jó fóliában tartani még nyáron is az ilyen növényeket? Véd a természetnek a viszontagságaitól, nem veri el a jég, a hőmérséklet is sokkal melegebb van reggel is, akkor... És meddig teremnek? Ami nagyon fontos a fóliába, hogy az időjárás hamar rossz lesz ősszel, és akkor a paradicsom tönkre megy, a fóliába pedig teljesen karácsonyig, fagyokig tudom a paradicsomot termeszteni, és a paprikát is. Mennyit terem egy paradicsom egy évben? Hát
annyit terem, ahány kötése van, és annyiszor egy kiló. Mert egy kötésen képes egy paradicsom egy kilót teremni. Itt már két kötést elfogyasztottunk, és egy, kettő, három, négy, öt, és akkor így emeleténként köt a paradicsom, és úgy, ahogy így fogyasztjuk, így nő fölfelé. Paradicsom mellett a zsúfolt fóliában rengeteg paprikával is találkozhatunk. Ez például milyen fajta, ami itt van? Ez egy előttünk? Folyton növő, fehér nagy paprika, és ez nagyon szeretem ezt a fajtát. Táltos a neve, ez a kecskeméti kutatónak a fajtája. Nagyon sokat terem, és folyton nő. Ez a paprika nagysága képes lesz majd olyan nagyra megnőni, mint én. Mert ez folyton növő, és rengeteg paprikát hoz még ezután. Ez egy jó vastag húsú, jó ízű lecsónak is meg tölteni és étkezni, és nagyon finom nagy paprika. Mennyit lehet leszüretelni ezekről? Nem mértem még, de sokat, rengeteget. De látni, meg annyit lehet leszüretelni, amennyi a kocshajtásokon is, ameddig nül. És hogy kell gondozni őket, hogy ilyen szép legyen? Igen, nem nagy tudomány kell hozzá. Mikor elültetjük, akkor én így vakhátra fölhúzom a földet, és folyamatosan az a lényeg a paprikának is, meg a paradicsomnak is, hogy a humuszos talajba beleültettük, és mindig folyamatosan állandóan locsoljuk és kapáljuk. Lazítsuk a talajt, és kapáljuk, és locsoljuk. Én úgy kapálok, mint a rák, hátrafelé, és folyamatosan húzom a tőkének a tövéhez a földet. És ez miért jó neki? Mert mikor locsolunk, akkor folyamatosan kimosatjuk a tövétől a földet, és így betakarom a tövét, és újból tud hajtani a paprika is, meg a paradicsom is. Így mindig hozzáhúzom. Így. Ha jól így megmarad a bakhát. Ha jól tudom, vegyszereket nem használsz. Nem használok semmit. Hogyha véletlenül ilyen barna van, meg elszárad a szára, például ez egy, akkor így fogom, és akkor letépem, kiviszem, és akkor újat hajt. Új. Egészséges leveleket hoz tovább, és megszűnik. Én szerintem megszűnik a betegség, mert nem szokott terjedni tovább. Ha jól látom, itt tölteni való paprikával találkozunk. Mi a jellegzetessége, vagy miért szeretitek ezt? Ez is egy folyton növő fajta. Teljesen meg tud nőni ugyanolyan nagyra, mint én, csak ennek a termése nem hegyes, csüngő, hanem felálló, tompa végű, bojszki típusú, nagyon-nagyon vastag húsú, tölteni való paprika. Itt a kaliforniai van, de ő még nagyon-nagyon korai stádiumban van, még kicsik a paprikák rajta, de ezek hatalmas nagyra fognak megnőni, és beérik nagy pirosra. De őket még itt is lehet látni, hogy nagy lesz, csak még most ő nagyon kicsike. A lecsón és a tölteni való paprikán túl is van élet az étlapon. Mi minden készül még ebből? Az őszi paprikából, a kaliforniai kápia meg a pritaminból, a húsából paprikalekvárt szoktam főzni. A receptje annyi, hogy levagdaljuk a paprikának a húsát, a vastag húsát, nagyon jó íze van. Majd egyharmad paradicsomot hozzáteszünk, és ezt üstbe kifőzzük. Majd passzírozóval lepasszírozzuk, és akkor kész van. Akkor visszateszem az üstbe, és olyan sűrűségűre szoktam másodjára főzni, mint a tubusba a piros arany. És mikor ez kész van, akkor abba pici sót teszek, meg egy kis tartósítószert, és ezt száraz dunkba is így készül el. Mi mindenre lehet használni a paprikalekvárt? Paprikalekvárt ízesítjük a főzést, tehát pörköltek alá levesekbe, amihez piros paprikát, vagy lecsót, vagy bármit használunk, ahhoz mindent lehet használni, de főként, ami nagyon-nagyon sok mennyiség fogy el, a tükörtojást szokták megönteni vele a gyerekeim, ilyen paprikamártás, és mártogatva nagyon finom.
akkor... Miért érdemes kiskerttel foglalkozni? Hát jó ízű a termék, amit leszüretelünk, majd megkóstoljátok a paradicsomot, teljesen más íze van, mint a nagyüzemi, vegyszeres, tápoldatos paradicsomnak. Ennek igazi paradicsom íze van. Meg szeretet kell hozzá, meg jó érzi az ember magát, mikor hazajön a munkából, és akkor kijön, és felszabadulva tud kertészkedni. Az eddigi tapasztalataid szerint, amikor palántával mész a piacra, mennyien foglalkoznak kiskerttel? Mennyien viszik a palántákat, hogy ők otthonát erültetik, és a végén leszedik belőle a termést? Mennyire szeretettel gondozzák a kertet? Szerintem eddig is ültettek, és egyre többen vannak fiatalok, akik akarnak maguknak otthon kis házi kertet, és saját termesztésű paprikát, paradicsomot, padlizsánt, karalábét, káposztát, mindent vesznek. Az idősebb korosztály pedig, ők a gyerekeinek termelnek jobban, akinek városon laknak a gyerekei, ők nem 10 tőkét vesznek, hanem 80-at, meg 100-at, a fiatalok pedig olyan 5-10 tőkét vesznek, hogy legyen nekik otthon. Mennyire tudják ezzel pótolni a zöldségigényüket? Mennyire elég az a 10-20 tő? A friss fogyasztásra arra bőven elég, és hogy anyagilag mit spórolnak, azt nem tudom, de jó ízűeket fogyasztanak abban a szezonban. Milyen tanácsokat tudnál adni a frissen kezdő kertészeknek, hiszen már palántákkal foglalkozom már lassan 30 éve? Hát, ha megvásárolja a palántákat, akkor először is lazítsa föl a talajt nagyon előtte, trágyázza meg jó humuszos talajba, ültesse vele, megtrágyázva, és mikor jó laza, szép a talaja, ha véletlenül nincsen ilyen humuszos trágyája, akkor én a palántával is szoktam adni, aki eljön hozzám, mert nekem nagyon sok van. Mindig az előző évi trágyatalból lesz a második évi humuszom. És ha aki kér, annak szoktam adni frizines vödörrel, hogy alája tegye, és tapasztalják is, hogy sokkal szebb a paprika meg a paradicsom. Ez a vitamin, ez adja neki a vastagságát, az ízét, mert amúgy csak egy kis keserű, kis vékony húsú paprikája fog teremni, de hogyha a talaj a lényeg, amiben beleülteti, ha az jó, akkor biztos, hogy sikerülni fog a paprika és paradicsom termése is. Nem az a lényeg, hogy egyszer egy hónapba álljon a víz rajta, hanem az a lényeg a paprikánál is, hogy folyamatosan, látod, nedves legyen a talajja. Hogy mindig ne száradjon ki soha. Így ilyen nedves, és akkor, mikor kiszáradna, akkor megkapálni, és rögtön meglocsolni. Mikor az első termést a palánta kiültetésétől számítva? Az az időjárástól is függ. Én nagyon elégedett vagyok, mert én június közepén ültetem ezeket a paradicsomokat, és most július közepe van, ugye? És meg lehet nézni, hogy egy hónapon belül ekkora nagyra nő a paprikám és a paradicsomom is.